Baszódik az ABS. <laughs> Köcsök BMW-s. Szétesik a kardán. <laughs> Mi van, nincs rajtad index? Megzabálja az olajat. <laughs> Buzi BMW-s. <laughs> Kuplungot kell cserélni. <laughs> Mi van, te kis ficsúr? Széthullanak a gömbfejek. Köcsög mélyen véret ellen. 2000 ér max a következő kúting mész. Hülye <coughs> budi. Na, mert megint rosszat elmondtam. Jaj, drága. Na! Balázs, te bortiszol és üzet, Borti prédikálsz bort és vizet prédikálok. Minden esetre megkérünk minden kedves nézőnket, hogy nyomjátok meg a feliratkozás gombot és a kis harangot. Köszönjük szépen. És kezdődik a beszámolónk Máté egyéves pályafutásával a R1150 GS BMW-vel. Ja, hát itt összeírtam a nagy, nagy listákat, amúgy Balázs kicsit szerintem ennyi a balrájabb. Igen, hogy látsz, hogy a tematika. Igen, igen. Na szóval igen, a, a, kis humoros bevezető után most egy kis komolyságot szeretnék mutatni nektek, ami általában nem szokott összejönni. Igen, szóval azért gyűltünk majd itt össze, hogy megbeszéljük azt, hogy nagyjából egy éve szereztük, vagy szereztem be a R1050 GS-t, nagy bau, és hogy azóta mi történt ezzel a járgányjal, és ezzel egy kis bemutatást szeretnénk adni, hogy mennyire is éri meg, vagy hát azt mondjuk, mennyire éri meg, sem mennyire <laughs> <Alapva gül> motorozni, de hogy mennyibe is kerül mondjuk egy, egy ilyen 20 év körüli GS vagy nagymotornak a fenntartása. Balázs, szeretném, hogy ezt kommentáld, mint uh, japán motoros új, viszonylag új motoros tulaj. Hát köszönöm szépen ezt a remek megtiszteltetést, itt most próbálom kompenzálni Mátinak ezt a magas hangszintjét, amit ebbe a mikrofonba produkált, ugyanis lesz pár kérdésem hozzá, konkrétan azok, hogy ennek a több mint 20 éves gépjárműnek mennyibe kerültek a fenntartási költségei az elmúlt uh, cirka egy év és 13 kilométer folyamán. Na szóval, hát én ezt összeírtam egy listába, de sajnos ezt már fejből tudom. A lényeg az az, hogy igazából amikor ezt megvettük közösen, Balázs, emlékszel bizonyára. É, én ebben, ebbe nem voltam társettes. <laughs> egy Metzeler Karó 3-mal szerelt gépjárművet, vagy motorkerékpárt vettem, amit azonnal le is vedlettünk. Illetve utána nem sokkal később volt egy fék csőcsere, mert még a gyári fékcsövek voltak rajta, és hát igazából nem kellett volna lecserélni, de úgy voltam vele, hogy inkább lecseréljük, mert 90 ezer forint körül lett volna a gyári, és 64 vagy 68-ért csinálták szereléssel, meg anyaggal együtt az X-Bike-nál fékcsövesre az egészet, és azt szerintem bőven tökre megéri. Mert azért mégsem olyan jó, hogyha fékte van el egy fékcső. A másik meg az, hogy azért a fékfejadékot is mindenképp cserélni akartuk még a túr előtt, bár amúgy volt cserélve az is, meg a, meg a meg minden szűrő, meg, meg olaj is. Ez volt mondjuk az első ilyen költség, és utána jött a túránk, ugyebár amiről láthatatok videót, mint például itt a háttérben is mennek ilyen kis izgalmas kis snittek. Ez éppen a Jetion Tour Andris által vezetett Fekete Erdős napunk Igazából majd végeredményképpen kérdezném azt, hogy mennyire bántod meg a BMW vásárlást, de addig kérlek szépen, hogy fejtsed ki azt, ami szíved mélyen lakozik ezzel a motorkerékpárral kapcsolatban, és mik voltak az elképzeléseid a megvásárlás folyamán. Ugye ezelőtt volt egy CBF 600, azelőtt volt egy XF 650 Freewind, azelőtt egy CB 400 Honda, ami mondjuk az nagyon kis gyengusz volt, de amúgy az nagyon jó motor volt, én nagyon szerettem de ez egy teljesen más kategória. Igazából én vésztromot akartam, ha es vésztromot, de miután kipróbáltam egyet, meg aztán egy gs is, talán rájöttem, hogy inkább a GS szeretném, mert hát futóműben sokkal-sokkal jobb, fékben, meg motorerőben is azt nyújtja, amit én igazából szeretnék, és igazából a CBF-nél nem volt sokkal nehezebb, de amúgy cserébe amúgy még a súlypontja lejjebb is volt, szóval könnyebben volt kezelhető, mint lassú manöverezésre, mint pedig gyorsabb forszírozásnál, és akkor erre jött még az rá, hogy azért viszonylag bizakodó információkat kaptam a fenntartásával kapcsolatosan, és akkor elérünk ahhoz, hogy amivel kezdtük, amivel kezdtük hogy mégis mennyibe került, mert eddig nem mondtuk igazából semmit, csak itt pofáztunk a semmiről. Itt izéjt mint a kis dugók, így ültünk, meg karó volt a segünkbe. Na, a lényeg no, az az, hogy... Operatőrünk meg megfulladt. Igen, opera... operatőrünk elment a szarodába, ezt Most fele... tippeltünk most TBC vagy Covid. Egyik jobb, mint a másik. Na, a lényeg az az, hogy na, ez még forog. Kéne innen is egy ilyen partizán kamera tudod arra, hogy a kedves operatőrünket, miközben fogyaszt a popcorn kukoricát és a, a habzóbort, hogy mit szenved át. Szóval Máté, kérlek, beszélj a költségekről. Nazdarovje. Úgy bizony. Na, szóval a, a költségek. És akkor igazából véget ért a túra, ekkor derült az ki, hogy Egyrészt, hogyha forszírozza van a GS, akkor azért kell bele ö, csöpögtetni az olajat, mert, az, mert a GS az nem eszi, hanem issza. És akkor így nagyjából ez a 10 ezer, 10 ezer, 13 ezer kilométer alatt, amíg én használtam, ilyen másfél-két liter olaj fogyott el. Ö, amúgy az átlag az ilyen öt és öt és fél liter között alakult fogyasztásba, benzinből azt az elnézést kell. Illetve a túra végére elfogyott az a szed gumi, ami felkerült, szóval lett egy új gumizás is, hát jó magyar módjára, látjátok milyen nagy az orrom, pumigumiról rendeltünk, ez itt a reklám helye, De bocsánat. Előre új gumi került, csak ilyen túltárolt hátúra, meg ilyen alig használt. Plusz volt akkor ugye egy Olajcsere, meg szűrők cseréje, meg szelephézag ellenőrzés, ami végül tényleg csak ellenőrzés volt, mert állítani nem kellett. És akkor ugye a túrán rohadt sok eső volt, emiatt lett meg egy plusz probléma, hogy hogy az önindító azután elkezdett szarakodni, hogy későn húzott vissza. Azt kiszedtük, megpucoltuk, visszaraktuk igazából ennek nem volt úgy plusz, plusz költsége. És akkor hát igen, most előszedem itt a papírusztekercsemet, mert voltak egyéb költségek. Amúgy az olaj, meg az olajszűrők cseréje, az ilyen 20-25 ezer forint körül volt az anyag. És akkor volt néhány dolog, ami pluszba rájött erre. Az egyrészt az, hogy még a túrán felborította a szél a motrot Stavion. Ez egy indexbúra bánta, amit a valízba 5000 ezer forintért vettem. Illetve azért rájöttem, hogy hogy a kormány nekem kicsit alacsonyan van, és akkor vettem egy ilyen kormány kiemelőt, ami meg 6000 forint volt. És akkor ugye, van 13000 ezer kilométer alatt, mondom, ez a 5,25-ös átlag fogyasztás, 600 valahány forintos benzinnel számoltam, most valaki lehet, hogy kiszámolja itt a háttérbe, kommentekben majd leír, hogy rosszul mondom. Bocsánat, csak én közben rájöttem, hogy tudok és ez, <coughs> ez ami 410.000 forintba került, igen. Köszönjük szépen a figyelmet. Na itt amúgy azt gondoltam, hogy jó van, akkor ö, így végeztünk is a, az évre. Jött a tél, és akkor úgy voltam, hogy jó, akkor nézzük még kicsit át a gépezetet, esetleg van-e más, amit mondjuk meg kéne csinálni. Azért én télen is szoktam használni a heti egyszer általában, ami kifejezetten jó leső érzés, mínusz 5 reggel. De na mindegy, igazából sose semmi bajom nem volt a hideg miatt viszont úgy voltam vele, hogy nézegettem már nagyon sok GS-t, meg RT-t, meg RT, meg minden, minden ami ilyesmi, kardános. Né, már benne vagyunk a tévébe. <laughs> <laughs> kardános story és ugye mozgattam mindegyiknek a hátsó. egészség, operatőrnek. Kérek egy kortyot, köszönöm szépen, amely megtetszett kínálni. Bocsánat, Opa. Nagyon rendes az operatőrünk, nem akar benne menni a képbe. Mikor évjárat? Hát tudja a faszom. Jó, a kedvencem. Köszönöm, köszönöm, nagyon kedves. Egészség. Hát nézegettem itt a felnéket, egy mocorogtattam. És akkor úgy voltam vele, hogy mivel az enyém az egy közepes mértékben mozgott, hogy jó, akkor nézzünk rá a kerékcsapágyra. És akkor fel is kerestem jó barátomat, akitől vettem a Motrot, de nem tudom, hogy most neki lehet mondani a nevét, vagy sem. Mindegy, ha lehet ide ha nem lehet, nem írjuk. Igen. A lényeg, hogy... Hívjuk mondjuk Gábornak. A lényeg az az, hogy elvittük a Gáborhoz a motrot, hogy szedje szét, nézze meg a kerékcsapágyakat, meg hát nyilván akkor cserélje is ki. Ez tudtuk előre, 85 ezer forint lesz kb. 55 a anyag, 30 a munka, és akkor megvolt minden, összeépül, és közben viszont kiderült egy kis probléma. Az, hogy a, az egyik foga, De Majd vágunk be képet szerintem. Igen, vágunk be képet. Az egyik kupkerék, ami a kisebbik, annak hát mondjuk azt, hogy egy foga, meg még kettő darab egy picikét, szóval három fogán volt azért eléggé jelentős sérülés, amiatt ami a, hát amellett döntöttünk, hogy, hogy akkor ezt így nem építjük össze. Ez a probléma, hogy ugye ezeket csak párban lehet cserélni, a két darab kupfogaskereket. A lényeg az az, hogy 250 valahány ezer forint lett volna ez egy oficiálisan, és akkor igen, ilyenkor félrevelt a szívem kettőt, vagy hármat is. És a lényeg az az, hogy a kupec úrtól szereztünk végül egy, egy ilyen felújított, vagy tök egy jó állapotban levő szökhajtást, aminek az átétele minimálisan eltér, szóval most csibészebb a gép. <coughs> Jobban jön kerékre és azzal került összeépítésre, így a szökhajtására 55.000 forintba került a 250 plusz a szerelés díja ellenére, vagy vagy, 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 hogy mondjam. Szóval összességében, most ezt már tényleg olvasom, a kötelező költségek díja, ami tartalmazza a benzin és olajt, illetve a, a a karbantartás és a gumizás költségeit. Ja, igen, mellesleg hozzá kell tennem, hogy a, ebbe lesz, beleszámítottam a biztosítás díját is, ami nekem 30 ezer forint per év. Ez 51 forint per kilométerre jött ki, és van egy másik ilyen forint per kilométeres részem, az pedig az ilyen megelőző karbantartás jellegű, illetve egyéb költségek, amiben belevettem ezt a fékcsövek cseréjét, meg kormánymagasítót, meg, meg más nem igazából. És így 57 forint per kilométer ez, ami a, már az én ízlésem szerinti dolgokat is tartalmazza. Amúgy, csak hozzáteszem, hogy ezelőtt négy évvel én csináltam egy ugyanilyen kalkulációt a, az akkori B5-ös passzatomra. <laughs> Nem minthogyha ez most ilyen kifejezetten a témában lenne, de arra 52 forint jött ki, arra emlékszem. Ja, és azt hozzá kell tennem, hogy, a, hogy mivel ez egy régi motor, így most nem számoltam azzal, hogy most a, az eladási, vagy a vételi, meg az eladási ár az mit, hogy mennyibe változhat, szóval... Bár bocsánat, hogy elnézem, ennek az utóbbi idő igazából szinte csak fölfele megy az értéke. De Balázs, mondjál már valami személyes út, mert ez így nagyon, nagyon, nagyon snasz személyes jellegű annyi, hogy nekem nagyon tetszenek a Gs BMW k de mivel a lábaim túl rövidre nőttek, ezért én inkább egy RT-t vásároltam. Ja, szóval röviden ez, a, ez most a történet a BMW és Spayriders-es sztorival. Döntsétek el, hogy ti szeretnétek-e ilyet venni, vagy sem. Amúgy szerintem nem nagyobb buktató, mint bármilyen másik ilyen idős gép. Igazából ahhoz képest, hogy BMW és hogy GS, meg mit tudom én, mennyire túl van hype igazából szerintem semmivel sem drágább a fenntartása, mint egy bármilyen japán motornak. Ja, és azért a Moka faktor az viszont a futómű, meg erő, meg ilyesmi miatt azért nem, nem rossz, és igazából itt szeretnénk ezt a videót összekötni azzal, hogy mi történt közben Franciaországban, de erről még a Norbert sem tud, hogy neki erről beszámolót kéne tartania, mert ugye ott is történtek dolgok. Már nem árulok el óriási újdonságot, hogy Norbert vásárolt egy Triumph motorkerékpárt, és ugyanis ha szeretnétek vásárolni egy 2008-as Hornet 600-as, motort, akkor azt most megtehetitek az alábbi linkre kattintva, ugyanis Norbert eladóvá tette azt a gépjárművet. Köszönjük szépen a figyelmet, további szómát. Na jó van, szóval ennyi volt ez a kis videó, és következő nyáron, vagy ezen a nyáron igazából találkozunk, a Dolomitokba, és azzal kapcsolatos videókat pedig majd valószínűleg késő össze télen meg. Most még jövünk jó néhány videóval ezzel kapcsolatban, ezzel a túrával is, mert itt még van néhány elmaradásunk. Illetve lesznek tesztek, amikkel pedig készülünk, szintén lesz CBR 125 teszt, talán lesz RT teszt. RT teszt. Hát ilyet, nem? Nem lesz? biztos lesz. Simpson test lesz, Boldizsár jó akit aki itt az operatőr kollégánk jelen esetben, úgyhogy ott nagyon sok feliratkozóra számítunk, remélem. És van egy, Boldizsárnak itt megjegyeznénk, hogy van egy eladó Honda CB300R motorkerékpárja 2018-ból, igen. Úgyhogy ha szeretnétek vásárolni, akkor az alábbi linken megtehetitek. Ez olyan fantasztikus motor, hogy erről is készült már ezt videó, amit már, amit már korábbiakban, vagy egy éve szerintem. Már, 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 már láthatatok, Ide, illetve az idei túrának még lesz egy olyan sportértéke, hogy Balázs úgy, jön, úgy, döntött, hogy egy ö, robogóval fog jönni de egy nem akármilyen robogóval, hanem egy Honda Forza NSS 300 típusú motorkerékpárral, amely 25 lóerős. Ezt tekintsétek a P Riders Special szériának. Igen, szóval itt a 27 lóerő és a 136... Elnézés, hogy feljebb magasztaltalak. A 25 lóerő az szembe fog állni itt a Norbert által képviselt 136 lóerővel, vagy nem tudom éppen mennyi az RS triumf, szóval itt lesz szórás bőven, és remélhetőleg azért nem lesznek a nem lesz, nem lesz a haladási sebességben is ilyen nagy szórás, mert akkor elég unalmas útunk lesz. Na, szóval iratkozatok fel, ahogy Balázs mondta, kicsit autista, most sokat ivott, de hát mondjuk én sem sokkal kevesebbet. Találkozunk nem sokára szintén veletek. a másik kamerába, és ezt vágjuk be utoljára. meg a feliratkozást, és találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Már mi nálunk babám, már mi nálunk babám, az jött a szokásba. Nem szedik a megyet, nem szedik a meggyet, leve leveles kosárba. megy a legény a fá! <hállítható>